Függőleges vagy visszintes legyen egy videó, ez a lenni vagy nem lenni a social médiában manapság. Beszéljünk egy percet a mai fiatalokról, akár dolgozol velük, akár eladsz nekik, akár ők az alvállalkozóid. És végül az áremelés elfogadtatása, hogyan tegyük ezt ne kellemetlenné, ne egy ciki helyzetté, hanem hogyan kommunikáljuk azt magabiztosan, és úgy, hogy a vevő igazából még örüljön is neki. Erről lesz szó a mai marketing reportban. Sziasztok, Wolf Gábor vagyok a marketing kommandótól, és ez a marketing report. Először is, még mielőtt belekezdek, szeretnék valamit megköszönni, ugyanis, hogyha ha nézted a múltkori műsort, itt voltál velem a múlt héten, és közben gyorsan megnézem, hogy élőben vagyok itt is. Nos, biztos láttad, hogy a, a, a Trianonos poszt után ugye nagyon lement a Google értékelésünk, erről beszéltem a, a múlt héten, és utána a, a, a tényleg a meghatódásig jól esett, hogy milyen sokan értékeltetek föl. Ugye itt volt a, ez a kvázi az előtte kép, ez most pici, nem annyira látszik. A, egészen ugye valami 4,5 4, volt az átlag, amit itt a, a, a rossz indulatú kommentelők levittek 2,9-re és miközben mondtam a műsor, elkezdtek nyomni, hogy ó, adunk egy, 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 ötös, tök jó fejek voltok, és aztán úristen, annyi jött, figyeltek, hogy, hogy fölment. Most néztem meg, a, a műsor előtt is 4,8-on van az átlagunk, úgyhogy nagyon hálásan köszönöm tényleg. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó fejek, írtó jó fejek voltak, voltatok. Régen eset, uh, ennyire jó valami, mint, uh, mint, mint, hogy ilyen egy emberként megmozdult a, a, az egész költőbázis az ügyfélbázis, és, és, szóval köszönöm szépen még egyszer. Jó? Tehát még egyszer, a mai első témánk az függőleges vagy vízszintes, ugye ez a nagy dilemma. Látod ezt a videót, ami, ami ugye függőleges, nagyon remélem, hogy, hogy, hogy mobilon nézel, és így fogod. És hát az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban nagyon ellentétesek a vélemények. Tehát, hogyha utána nézel, utána keresel, hogy mit gondolnak emberek, mit gondolnak szakértők arról, hogy egy videó függőleges legyen, vagy visszintes, mutatok neked egy nagyon sarkos véleményt. Megjelent ezzel kapcsolatban több videó. Nekem ami nagyon tetszett az hogy azt mondták, hogyha, hogy idiót a dolog függőlegesen fogni a kamerát, és függőlegesen videózni, mert annak az lesz a vége, hogy a mozikat átalakítják a hagyományosról ilyen, ilyen, ilyen furcsa mozira, ahol rosszul lesz a, a nyakad összetörik, ahogy föl le nézegetsz. Megjelent erről egy nagyon nagy sikerű videó, ami, ami tényleg ezt a végig, mutatom, hogy mik voltak a dilemmáik. Az egyik az az, hogy ha, ha, ha vertikális videót csinálsz, tehát függőleges videót, akkor ugye az most így van a szemünk. A függőleges videót azt tud izni, akinek így van, <laughs> így van a szeme, mint ennek a, a a videón. A másik, hogy ugye a mozikat ilyen magasra kell majd építeni, és amitől a legjobban félnek, akik a, ellenzik a vertikális videókat, a függőleges videókat, hogy a George Lucas újra ki fogja uh, hozni a csillagok háborúját függőleges, uh, vékonyított uh, verzióban. De ha megnézed, ez a videó, ami megjelent erről, ez, ez egy 2014-es videó. 2014-ben teljesen oké okay volt, hogy, hogy, hogy emberek küzdöttek azért, fel voltak háborodva, hogy a függőleges videó milyen rossz. Mutatok egy statisztikát, hogy mi történt azóta. Facebookon, hogyha ugye, ezen akarsz gondolkodni, hogy függőleges legyen vagy a videód, mik a statisztikák? Az első az az, hogy a függőleges videók azok 3,8-szoros aktivitást hoztak. Tehát like, comment, megosztás. Ez volt a, a, az első statisztika, ahol, ahol én is elgondolkodtam. A második az az, hogy az elérés magasabb. Tehát egyszerűen a függőleges videók valószínűleg azért, mert eleve magasabb rajtuk az aktivitás, ezért a Facebook több embernek megmutatja, az Instagram több embernek megmutatja, hiszen ők azt akarják, hogy olyan tartalmat tegyenek a fogyasztó elé, amit a fogyasztó, amire a fogyasztó reagál. Hogyha a függőleges videóra többen reagálnak, akkor azt a Facebook, az Instagram több ember elé fogja oda tenni. A harmadik pedig, hogy a végignézés magasabb. És egészen döbbenetes több mint dupla annyi ember végignézi a függőleges videókat, mint a, a, a vízszinteseket. És figyeljetek, mert ha akartok megdöbbenni, ez egy 2017-es statisztika, amit a Mediabricks készített még mégpedig több mint tízezer videó elemzésével annak a statisztikájával. Miért? Miért? Hódít ekkora teret a függőleges videó? Gyorsan nem fussunk végig! Az első az, hogy ugye az Instagram hozta be először az IGTV-t, tehát hivatalosan tett az Instagram TV-t, hogy függőlegesek legyenek a videók. Ez volt a preferált formátum. Megcsinálták az élőket, élőzni lehet, azt is függőlegesen. Akkor megjelent Facebookon és Instagramon is a sztorik. A sztorik, ami az egyik legizgalmasabb fejlesztés volt az elmúlt években. Nagyon sokan nézik, nagyon sokan ezzel kezdik. Megnyitják a hírfolyamot, és megnézik a sztorikat, és a sztoriknak a formátuma függőleges. És gondoljatok bele, ez egy egyszerű mértani dolog. Ugye fogod a, a, a telefont, hogyha a hírfolyamodban megjelenik egy vízszintes videó, az, az, az ugye ekkora helyet foglal el. Ha megjelenik egy függőleges, az meg kitölti az egész képet. Nem csoda, hogy az emberek jobban reagálnak rá, jobban olvassák, jobban. Reagálnak rá, tehát egyszerűen jobb a, 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 a statisztikája. És hát az utolsó indok, hogy komolyan, ki az, aki így fogja a telefont? Tehát csak a szociopaták fogják így, nem szabad így fogni a telefont. Senki nem fogja így a telefont, senki nem nézi így a telefont, max, hogyha YouTube-ozik, a YouTube az egyetlen. Tehát figyeljetek, ez mind ugye vagy statisztika, vagy vélemény, úgyhogy én azt ígértem, hogy kimondom a végső szót, vagy a végső indokot, és ez a következő. A, a Buffer 2020-ban az Animotóval együtt készített egy felmérést, ahol összehasonlították azt, hogy kiraktak posztok, videóposztokat, kiraktak videóhirdetéseket, és az a döbbenetes eredmény jött ki, hogy a, a, a kattintási költség, ugye cost per click, CPC, a, az ilyen videó az 0,4 dollár volt, a függőleges videó 0,3. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanabból a büdzséből 30%-kal több vevőt tudsz vásárolni. Oké, okay, tehát mintha egy talpmaszázson 60 perc helyett 80 percet kapnál. Szóval megéri, emberek megéri. És a másik döbbenet az az, hogy ha azt akarod, hogy a videódat megnézzék, akkor klikk, a cost per view, tehát a megtekintés költsége, amikor például uh, brand építés célból teszel ki egy videót, vagy azért, hogy ezen egy hasznos tartalmat elmondjál, amivel igazából csak építed ugye a, a kötődést, építed a figyelmet, amit majd aztán később lecsapunk egy jó direkt marketing kampányal, de hogyha azt nézed, hogy mennyibe kerül megnézetni egy emberrel egy videót, akkor közel háromszor annyiba kerül a vízszintes videókat megnézetni, mint a függőlegeseket. Közel háromszor annyiba kerül. Tehát kvázi harmadáron tudsz vevőket szerezni. Figyeljetek, mi, mi, mi kell még indok, ha nem ez. Szóval, hogyha social médiára készítesz videókat, mert ugye ez nem tévé, ez nem mozi, ez a Facebook videó, Instagram videó elsősorban. Akkor, ha bejelentkezel élőben, kezd el így fogni a telefont, ugye, függőleges. Ha készítesz egy sales videót, ugye, akkor így fogd a, a telefont függőleges. ha akarsz készíteni egy jó tartalmat, így fogd a telefont függőleges. Tehát kezd el gyakorolni. Szólok előre hogy lesznek ügyfeleid, lesznek követőid, akik bekommentálják ezek az, ezeket az öt évvel ezelőtti reflexeket, hogy, hogy ne, a függőleges videó az, 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 nem jó, meg ne használd. Ne higgyél nekik, mutasd meg ezeket a statisztikákat. Oké, okay. ha harmadáron akarsz venni nézőket, hogyha 30%-kal olcsóban akarsz venni vevőket, akkor, akkor használd, kezd el használni a függőleges videót. Szólok előre, hogy először kényelmetlen lesz előző. Furcsa lesz, be kell lőnöd, hogy hol legyen rajta a fejed, mennyi látszon a testedből. Ugye nehéz, hogyha ha, ha ketten vagytok, forgatni kell a kamerát, hogy messzebb tenni. Tehát lesznek technológiai kihívások, hogyha elkezded a telefont elfordítani és úgy videózni, de megéri. Ha csak a számokat nézzük, ha csak a forintokat nézzük, akkor nagyon erősen <kül> megéri. <kül> a következő témánk az ezek a mai fiatalok. Ez egy rövid blog, tényleg én csak szeretnék valamit kiadni magamból, mégpedig azt, hogy akár eladsz nekik, ugye? Tehát ezek a mondjuk úgy 15-25 évesek, ha benne vannak a célcsoportodban, hogyha föl akarsz venni, Akár ilyen gyakornokat, akár már alkalmazottat magadhoz. Teljesen mindegy, hogy fizikai, vagy szellemi munkára, vagy administratív, tök mindegy. Vagy akár dolgozol ilyen alvállalkozókkal, mondjuk egy social média ügynökséggel, ahol a legidősebb 23 éves, és úgy érzed, hogy nem találod hozzájuk a hangot, vagy hogy ezek teljesen máshogy működnek, ha reménytelnek érzed a dolgot, hadd mondjak valamit amit nagyon fontos, hogy tudj, mert más nem fogja neked elmondani, csak egy marketinges. Kezdem egy rejtvényen, jó? És <coughs> ez egy olyan rejtvény, amiben fogok mutatni neked három idézetet, és neked nagyjából be kell lőni, hogy ezt kimondhatta, mikor mondta. Az első idézet így szól. A fiatalság velejéig romlott, a fiatalok elvetemültek és semmire kellők, sosem lesznek olyanok, mint a régi idők fiatalsága. A mai fiatalok nem lesznek képesek megőrizni a kultúránkat. Mikorra teszed ezt körülbelül? És kimondhatta. Mond, a második idézet. Nem táplálok többé semmiféle reményt országunk jövőjét, illetőleg, ha holnap a mai fiatalság kerül hatalomra, mert ez a fiatalság kibírhatatlan, nem ismer mértéket, egyszerűen rettenetes. Mikor mondhatták ezt? Kimondhatta ezt? És az utolsó. A világ válságos helyzetbe került, a gyermekek nem hallgatnak többi a szüleikre, nem lehet messze a világ vége. Hát <laughs> ezt akár ma is mondhatta volna valaki, nem? Üm, mutatom a megfejtést. Gondolj egy pillanatra arra, hogy mikorra datálod ezeket. Mikor mondhatták ezeket? Idén? A század elején? Az elsőt, az, az egy babiloni írásban volt ezer éve. A második, az uh, Hésziadosz, egy görög filozófus mondta, 2800 év és a harmadik az pedig egy egyiptomi, egyiptomi kőtáblá volt, 2000 éve. Az a helyzet, hogy ezt Jákó Eszternek köszönhetem, ő mutatta meg ezeket az idézeteket nekem egy marketing szuperkonferencián, és akkor nagyon elgondolkodhatott, és hadd mondjak egy-két következtetést. Az egyik az az, hogy és engedd meg, hogy egy kicsit szatirikus legyek. Jó, szóval, hogy a fiatalok, mindenki azt mondja, hogy a fiatalok nem fognak vásárolni tőled, ha nem hisznek a céged küldetésében, nyilván ezért düglődik az Amazon. Ugye? Sóder. Tehát, hogyha ha van egy jó cég, vannak jó cuccaik, jók az ajánlataik, jó szolgálják ki a vevőket, akkor nézd meg, az Amazonról mindenki tudja, hogy kizsigerelik az alkalmazottaidat. Az Amazonnak nincs egyéb küldetése, mint az, hogy a Jeff Bezos legyen a világ leggazdagabb embere, és mégis ott vannak a Tinik, ott vásárolnak a, a millennials, a, a, a mai fiatalok. A másik, hogy ahhoz, hogy el tudj adni a mai fiataloknak, először el kell nyerned a tiszteletüket, ugye ezt mondja mindenki. Ami az a legjobb út általánosítani őket, mint a mindannyian, mindannyian tök egyformák lennének. Tehát megy ez az őrület, hogy mert a mai fiatalok mind ilyenek, mind tiszteletlenek, mind figyelmetlenek. egyiküknek sincs, ö, egyikükben sincs fegyelmezettség vagy kitartás. A gyerekek bennünk ugyanígy nem volt, amikor mi voltunk fiatalok. Aztán egy másik sztereotípia, a mai fiatalok nem hisznek a reklámoknak, és utálják őket. Mi akkor a következtetés, ne rám reklámozzunk nekik? De akkor belegondolsz, szemben az előző generációkkal, akik mind reklámoknál rohantak be a konyhából tévét nézni. Ez soda. Minden generáció utálja a reklámokat. Minden generáció, ha megkérdezed, elmondják. Nem szeretjük a reklámokat, nem nézzük a reklámokat, nem hiszünk a reklámoknak. Aztán utána mennek és úgy vásárolnak, ahogy a reklámok diktálják. Ugye a kedvenc régi sztorim, a New Yorki taxis, amikor két reklámügynökségi fickó beül a repülőtéren, és mondják, hogy megyünk a, re a, 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 a nagy reklámkonferenciára, És a taxis mondja, hogy maguk reklámos emberek? Hát tudják, a reklámok rám abszolút nem hatnak. Tényleg, mondja az egyik utas, milyen fogkrémet használsz? Hát blendadented, de csak azért, mert nekem tényleg a, a munkám miatt csak naponta kétszer van időm fogat hármat találsz, hogy mi volt akkoriban a blend ennek a, a reklám szövege, az volt, hogy elfogadott embereknek, hogyha csak naponta kétszer van időt fogad mosni. Szóval az emberek egyszerűen úgy vásárolnak, ahogy mi marketingesek reklámozunk, és ez abszolút igaz a mai fiatalokra. Persze, ha megkérdezed, azt fogják mondani, hogy utálják a reklámokat, de igazából minden arra mutat, hogy úgy vásárolnak, ahogy a reklámok diktálják. És a harmadik, hogy a mai fiatalok miatt a TikTok a legfontosabb marketing csatorna, persze, mert az ott megjelent hirdetéseket a fiatalok két, kétkedés nélkül elhiszik. Tehát ez is sóder. Csak azért, mert a fiataloknak akarsz appellálni, még nem azt jelenti, hogy menekülnöd kell a TikTokra és feladnod a, 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 az, a, az online hirdetést, a Facebook hirdetést, a YouTube hirdetést, a Google hirdetést, mert ott nincsenek ott TikTokoznak. Sóder. Jó? A, szórakozni mennek a TikTokra. Az olyan, mint régen a Vine. Azért mennek, hogy lötyögjenek egy kicsit, de ha ott eléred egy hirdetéssel, ugyanúgy fognak rá reagálni, mint hogyha egy reklámokban, egy tévében eléred őket. Szóval gondolj bele, hogy mi érdekli a fiatalokat. Két millió éve mióta, vagy nem tudom, egy millió éve mióta van homo sapiens, az embereket ősi dolgok érdeklik. Ezért maradunk fent. Ezért találunk társat, ezért tudunk szaporodni, ezért tudunk megélni, ezért hajtunk arra, hogy a törzs élére kerüljünk, mert úgy vagyunk programozva, úgy vagyunk huzalozva egy millió éve, hogy érdekel minket a párkapcsolat, érdekel minket a létfenntartás, érdekel minket az, hogy ne égjünk le a törzs előtt, érdekel minket az, hogy társas kapcsolataink legyenek, hogy fölöltözzünk csinosan és tetszünk embereknek, hogy gondoskodjunk a szeretteinkről, vagy gondoskodjunk egy, egy kis állatról, hogy sportoljunk, hogy jó formában tartsuk magunkat, hogy vegyünk házat, hogy, hogy, hogy vásároljunk, hogy együnk, hogy, hogy vegyünk egy, egy kocsit, hogy az a villogni tudjunk, hogy az, az biztonságos legyen. Ezek a dolgok univerzálisak. Ezek nem változtak meg csak azért, mert bejött az internet. Nem változtak meg csak azért, mert bejött a TikTok. A fiatalok ugyanúgy reagálnak ezekre. És hogyha az üzenetedet összetudott kötni ezekkel az érdekekkel, ha az üzenetedet összetudott kötni ezekkel a vágyakkal, akkor arra jól fognak reagálni. Jó? Tehát ne arra hajts, hogy Úristen tetszenünk kell ennek a korosztálynak, és emiatt föladunk mindent, föladunk, hogy hogy nézzünk ki, hogy mit kommunikálunk, hogy mik az értékeink. Bullshit. Sok ezer éve, mióta írni tudunk, fönnmaradtak a nyomai, hogy az idősebb generáció mindig elégedetlen a fiatallal. Ez most is így van, és valószínűleg örökké így lesz. De ettől függetlenül ezekre a klasszikus vágyakra, klasszikus problémákra mindenki jól reagál. Tehát, hogyha nem hülye a reklámot, ha nem csak annyi, hogy víz, most akciós, oké, okay, hanem összekötöd ezekkel a vágyakkal, ezekkel a problémákkal, ezekkel az ösztönökkel, akkor ugyanúgy fogsz tudni hatni a mai fiatalokra, mint bárki másra. Jó? Szóval ne hidd el ezeket a, az őrült új üzeneteket, amik arról szólnak, hogy teljesen át kell alakítanod a marketingedet, teljesen át kell alakítanod a termékskáladat, át kell alakítanod a vállalatot küldetését, át kell alakítanod a céget menedzsmentét csak azért, hogy a fiataloknak megfelelj. Bullshit. Jó? Klasszikus értékekhez és klasszikus vágyakhoz kötődik mindenki, ezeken keresztül minden ember megfogható. A mai nap utolsó témája pedig, hogy az áremelés, az áremelés kommunikációja, az áremelés elfogadtatása. Úgyhogy beszéljünk erről egy percet. Az első az, hogy áremelést Kommunikálni az mindig egy kellemetlen dolog a vállalkozók számára, ezt tettem észre, hogy amikor arról van szó, hogy hogy beszéljünk az áremelésről, akkor mindenki húzza a száját, inkább visszatartja később emel árat, vagy akár évekig uh, nem emel árat, és már alig van profitja, végén így kényszerből csinálja. Pedig ezt lehet jó. Figyeltek, az első, amivel meg kell barátkoznunk, hogy az áremelés örök. Folyamatosan ugye emelkednek a bérek. Emelkednek az alapanyag költségek. emelkednek az adók a el, emelkedik az euró árfolyam, emelkedik a szállítás költsége, a beszállítók költsége. Te is egyre innovatívabb vagy, tehát a cégednek a költsége, minél nagyobb vagy, fajlagosan annál magasabb a költséged a bevételhez képest, tehát tényleg ezzel el kell számolnunk, ezt fel kell fognunk, hogy aki vállalkozik, annak az árait, Rendszeresen, lehet, hogy csak évente, de néha gyakrabban is el kell kezdenie emelnie. Jó, az áremelés örök. Tehát ezt ha nem tanulod meg jól, akkor ez egy örök stresszforrás lesz a cégedben, egy örök frusztráció, hogy, hú, hogy mondjam ezt, ha nem tudod jól mondani, ugye úgy jársz, mint az a tinédzser, aki nem tanult meg csókolomról, átváltani, jó napot kívánok rá, és hogy a szemben egy ismerős inkább átmegy a másik oldalra, kelljen, köszön, kelljen köszönnie. Tehát el, el, el fogsz kezdeni nem ára te csak azért, mert nem tudod jól kommunikálni. megnézzük, hogy hogy kell rosszul, meg hogy, hogy kell jól. A, a rossz az nyilván az ez, hogy tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy árainkat megemeltük. Ha ezt megcsinálod, te vagy a segfej. Oké, bocs. A kifejezésed, de te vagy a, a, rossz fiú, aki kiszúrt velem, vevővel, mert megemelte az árait. Egy fokkal jobb, és igazából erre hajtok, hogy azt mond, hogy szólunk előre, hogy emelni fogjuk az árainkat. Tehát én a következőképpen csinálnám. Egy áremelés előtt az első, hogy kiértesítem a VIP ügyfeleimet, a legjobb vevőimet, hogy sziasztok, erről kevesen tudnak, ez még nem publikus, meg fogjuk emelni az árainkat mához egy hónapra. Ha akarsz betankolni, ha akarsz most lefoglalni szolgáltatást előre, igénybe veheted az áremelés után, ha most lefoglalod, vagy akár most kifizeted, még a, a mostani áron, és ugye ez egy pozitív üzenet. Aztán utána, amikor ezt kikommunikáltad, utána egy héttel, két héttel publikussá teszed. A, figyelem, figyelem! A, bejelentjük, hogy hamarosan árat emelünk. Oké, okay, hamarosan árat emelünk, de a termékeink, a szolgáltatásaink ma még elérhetők a régi áron. Tehát, hogyha szeretnéd ezeket igénybe venni, még most gondolkodsz, vagy pedig vacilálsz, ez egy jó alkalom arra, hogy rendelj, hogy vásárolj, hogy, hogy foglalj. És aztán utána, amikor eljön az áremelés, akkor bejelented, hogy Uh, igazából akkor nem is kell semmit bejelenteni. Ez a titok. Nem kell azt mondanod, hogy árainkat megemeltük, mert akkor ki vagy? Akkor te vagy a segfej. Mondok egy haladó trükköt. Uh, még uh, a Csaldini a, a, a Meggyőzés című könyvében mutatott, mutatta, biztos olvastad a fénymásolós trükköt, hogy uh, emberek be tudtak pofátlankodni a sor elejére azzal a szöveggel, hogy bocsánat, megengedni, hogy maga elé menjek, filmjásolnom kell, mert, és ott mondott egy indokot. Mert csak azt mondta, hogy bocs, beengedné magad elé, mert, beengedné magad elé, akkor, akkor mindenki kiröhögte. azt mondta, hogy beengedné magad elé, mert ö, ö, le kell adnom egy, egy dolgozatot. Mert ha kimondtad a mert szót, rögtön az emberek fejében ott volt, hogy ó, oh, ennek indoka van. Ne azt, hogy mert sietek, mert az, az nem működött. De hogyha mondtál egy kon konkrét indokot, akkor az emberek azt mondják, hogy ah, oké. Okay. Tehát valahogy ben van a fejünkben, hogy ha valaki kimondja azt a szót, hogy mert, akkor akkor azt elfogadjuk, így átmegy a logikai szűrőnkön. Tehát ha, ha bejelented, hogy árat fogsz emelni, akkor mindig magyarázd meg. Árat fogunk emelni, mert emelkedtek az alapanyagárak. Árat kell, hogy emeljünk majd egy hónap múlva, mert emelkedtek a bérköltségeink. Érted ezt a, az időket? Majd árakat kell emelnünk, mert emelkedtek a költségeink. Tehát uh, szuper jó fej vagy, mert bár a költségeid megemelkedtek, a béreid megemelkedtek, a szállítási költségeid megemelkedtek, még nem emelsz árat, csak majd fogsz. Ennyire, ennyire kibabráltan egyszerű a dolog. Oké? Okay és aki követ téged, aki, ö, aki vásárolt tőled, meg fogják érteni, és utána lesz egy nagyon szép vásárlási hullámod az áremelés előtt. Na most, van egy határideje, és hadd segítsek eldönteni, hogy amikor bejelented, hogy itt lesz az áremelés, és elérkezik az a határidő, akkor ö, mikor van az, hogy azt megtartjuk, és mikor van hogy meghosszabbítjuk azt a határidőt. Erre meg van egy ilyen grafikonom, ugye a piros az azt mutatja, hogy soha nem hosszabbítjuk meg a határidőt, a kék pedig az, hogy soha csak kék, kék színnel. Szóval figyeljetek, nem hosszabbítunk meg határidőt, ez óriási, nagyon fontos kulcs dolog mindenféle kampánynál, különösen egy áremelésnél. Elsősorban azért, mert amikor csinálod ezt a kampányt, akkor kétféle eset fordulhat elő, amiért kísértésbe fogsz esni, hogy meghosszabbítsd a kampányt. Az egyik, hogyha sikeres, a másik, hogyha nem sikeres. Ugye? Ha sikeres, akkor azt mondom, hogy ó, még egy kicsit időt, hogy vásároljanak, mert ömlenek be a rendelések. És hogyha bejelentem, hogy Puh, már megemertük az árakat, akkor le fognak állni. Ez az egyik kísértés. A másik kísérletés az az lesz, hogy Úristen, nem rendelnek, akkor még kommunikáljunk, még küldjünk ki e-mailt, még küldjünk ki posztot, még mondjuk, hogy gyerekek, fogjátok már föl, emelni fogjuk az árakat, most rendeljetek. És hát akkor halasszuk el. Szóval az a helyzet, hogy ez a kísértés, ez ott lesz benned, de ellen kell állni, elmondom miért. Mert hogyha nem állsz ellen, és ha azt mondod, hogy akciónkat meghosszabbítottuk, határidőt meghosszabbítottuk, lehet, hogy ott rövid távon nyersz egy kicsit vele. De el fogják hinni a következő határidődet? El fogják hinni, amikor legközelebb azt mondod, hogy figyeljetek, most van június 17, június 25-én megemeljük az árainkat. <laughs> Senki nem fogja elhinni, de mindenki azt fogja mondani, hogy persze, hát már múltkor is meghosszabbították, majd most is meghosszabbítják, nem kell vele foglalkozni. Jó? Tehát hosszú távon cseszel ki magaddal, már középtávon is, hogyha akár csak egyszer is Meghosszabbítod. Követsz engem, licős, ne égesd le azzal, hogy meghosszabbítod a határidőket. És ha valaki azt mondja, hogy, ú, Gábor, tegnap volt a határidőd, és én, én elfelejtettem, és te már a lehet, ha nagyon szépen kérlek, hogy nekem még odaadod a régi áron, akkor mondok erre egy jó konzervválaszt. Az, hogy, figyelj, kösz, hogy érdeklőzt, értékelem, de nem lenne fair azokkal szemben, akik betartották a határidőt. Úgyhogy ha akarsz vásárolni, most már ez az ár érvényes. Kéred, vagy nem? És a legtöbb esetben azt mondani, ne? Bassza meg. Adjad. Küldjed. Jó? Ennyit a mai marketing reportból. Uh, vagyok. Ez volt a marketing report. Még egyszer beszéltünk arról, hogy függőleges vagy visszintes videó, aminek a következtetése az, hogy kezdjétek el használni függőlegeset, kezdjetek el hozzászokni. Magasabb elérés, magasabb megtekintés, alacsonyabb hirdetési költségek. Csodálatos. Talán beszéltünk arról, hogy a mai fiatalok is emberek, klasszikus értékekkel, klasszikus vágyakkal, klasszikus problémákkal nem kell átalakítanod a marketingedet csak azért, hogy rájuk has. És a harmadik pedig, hogyha bejelentesz egy áremelést, mindig előre bejelenteni, hogy majd lesz, és akkor tudsz egyrészt jó fej vagy, másrészt tudsz generálni egy áremelés előtti forgalom növelést. Tehát ennyi volt a Marketing Report, én Wolf Gábor vagyok, köszönöm, hogy, hogy itt voltatok velem, és jó kezdet, bőséget, mindenki! Sziasztok!